Népmese napja, megemlékezés Györfi István szobránál, sikeres a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program, új parkoló a Kiskunsasi város részen. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 22-én 18 óra 5 perckor. Benedek Elek születésnapjára a Népmese napja alkalmából rajzpályázattal és meseolvasással emlékeztek a Csokonai könyvtárban. A Népmese napja a rajzpályázat díjait Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója és Sípos Ferencné, a zsűri elnöke adta át. Már évek óta hagyomány nálunk, hogy a Népmese napjával megnyitunk egy egész hetet, hiszen őszi könyvtári napok vannak, és ennek a nyitó rendezvényén vagyunk most, ami egybeesik Benedek Elek születésnapjával, a Népmese napjával. Népmese napja tiszteletére hirdettük meg ezt a illusztrációs rajzpályázatot, amihez ugye mesét is kellett olvasni, illetve ehhez bármilyen tetszőleges technikával elkészíteni gyönyörű szép rajzokat. Több mint 160 pályamunka érkezett be, úgyhogy nem is tudtuk mindet föltenni itt. A zsűri már most készülődik, hiszen ők fogják értékelni a pályamunkákat. Siposné Novák Ágnes volt a zsűri elnöke, tehát ő fog majd a pályázatokról bővebben beszélni itt a rendezvényen. Szerencsére nagyon sok ajándékunk van, hiszen van egy pályázata a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárnak, ahol a Kultúrház az ifjúságért címmel. Most kicsit bőkezűbben tudtunk adakozni ebben az évben, úgyhogy számos ajándékot tudunk majd kiosztani a helyezetteknek. A diátadó után Szabó Péterné gyermekkönyvtáros beszélgetett Takásné Csikós Anikó tanítónő drámapedagógussal, Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselővel, Magyar Nóta énekessel, Garsi Nagy Andi óvodapedagógus énekessel és Molnár Bálint református hitoktatóval arról, milyen meséket olvastak és hogyan meséltek nekik szüleik. Majd ők is felolvasták kedvenc meséjüket, a művész testvérpár pedig énekelt is egyet kedvenc megzenésített verseiből. Az olvasás népszerűsítés az mindig a gyerekkönyvtárosnak a legfontosabb feladat, és minden ezt szolgálja. Ugyanígy a rajzpályázat is nagyon jó, hogy a gyerekek szeretnek rajzolni, de szeressék a meséket is, és szeressenek olvasni. És persze kedvcsinálás az úgy történik, hogy most meghívott vendégekkel beszélgetek. Ez már a 6. alkalom, hogy két férfi vendégem, illetve két hölgy vendégemmel beszélgetek a mesékről, a gyerekkorukról, és ők felolvasnak egy általuk választott népmesét. Az mostani rendezvényen Takácsné Csikós Anikó lesz a vendégem, aztán Karcagi Nagy Zoltán és a testvére Andi, Galsi Nagy Andi, és Molnár Bálint pedig, aki egy református hitoktató, reméljük, hogy ők is jó meséket választanak. A mese nagyon-nagyon fontos. Én nagyon-nagyon sajnálnám, hogyha, és azért meg könnyű volt erre a feladatra felkérni bárkit is megnyerni ennek az ügynek, mert szerintem a felnőttek világából már látva azt, hogy nem csak a gyerekeknek kell mesélni, nekünk is kellenek ezek a történetek, és valóban minden, nagyon sok mindenen átsegíthetné az embert, hogyha többet olvasna, és a fantáziájával sokkal többet foglalkozna. A Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulói, tanárai és a város vezetése is tisztelgette az iskola névadója halálának 80. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésén. A Múzeumparkban Györfi István szobránál, Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrász alkotásánál Kovács Miklósné iskolaigazgató emlékezett meg a jeles karcagi tudósról, aki 80 éve hunyt el. Mindent fellebbentünk, ami az iskolánknak a sajátossága, hiszen amikor beérkezünk a Múzeumparkból, akkor itt a néptáncosaink fognak bennünket fogadni, és ott fognak táncolni. A énekkarosaink is fognak szerepelni, hiszen kint a Múzeumparkban is egy kunsági népdalt fognak elénekelni a felsős énekkarosok, és itt a könyvtárban pedig a kiállítót, illetve a kiállításnak a résztvevőit pedig a Kun Rózsa
kamarakórusunk fogja köszönteni egy népdalcsokorral. Az iskola énekkara, valamint tanára és diákjai szavallata után dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselők, Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző, a kórház nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató és Bődi Szilvia ápolási igazgató koszorúzott. Majd a múzeum képviselői és az iskola diákjai vezetői a szülői közösség elnökével együtt helyezték el a koszorúikat szobor talapzatán. Ezt követően az iskola aulájában is megkoszorúzták a névadó szobrát. A mai napot egy megemlékezéssel kezdjük a múzeumparkban, ahol megkoszorúzzuk Györf Istvánnak az ülőszobrát. Aztán az aulában is koszorúzási ünnepségre kerül sor, hiszen itt is található egy györfi mellszobor. Aztán a kiállításra kerül sor, a Mézes Kalácsos Karcag kiállításnak a megnyitójára, amelyen a Györfi István általános iskola egykori tanítványa vagy Mézes Kalácsait kerülnek kiállításra, és a kiállítást Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony, iskolánk nyugalmazott igazgatója, és Klárinak egykori tanára fogja megnyitni. Az iskola könyvtárában Pánti Ildikó, az iskola nyugalmazott igazgatója nyitotta meg a Mézes Kalácsos Karcag kiállítás az egykori diák, Viziné Kovács Klára hobbista Mézes Kalácsos munkáiból. Védőnőként dolgozom már 33 éve, de Karcagon nőttem föl, és gyerekkoromban mindig megcsodáltam a heti piacokon a Mézes Kalácsosoknak a standját, és akkor én eldöntöttem, hogy én ezt egyszer megtanulom. Hát erre lehetőségem az elmúlt 6 évben nyílott, folyamatosan képzem magam, és készítem a Mézes Kalácsokat mindenféle alkalomra, születésnapra, névnapra, esküvőre, karácsonyra, húsvétra. Szoktam játszóházakat tartani a gyerekeknek, ők nagyon élvezik, úgyhogy van mit csinálni, van bőven. A Mézes Kalácsokat ajándéktárgyként készítem. Tulajdonképpen ennek középkorra visszanyúló hagyománya van Magyarországon. Először az isteneknek ajánlották föl, mint ajándékot, aztán az emberek közötti ajándékozásnak a tárgyává, a szimbólumává vált. Tulajdonképpen a mai napig ez a fő szimbólum, hogy akinek készítjük, vagy akinek ajándékozzuk, kifejezzük az iránta való tiszteletünket és szeretetünket. Hát, hogy lehet-e ezt fokozni? Igen, lehet. Azért, mert nem csak a hagyományos mézes kalácsok azok, amik nagyon szépek, hanem a kornak az igényeihez igazodva, igazából ez már átmegy sütemény díszítésbe is, úgyhogy nagyon sokféle újdonság van, technika van. Én már tanultam egy párat, de még van mit tanulnom, úgyhogy majd még ezek elé állok elé. Egy-egy ünnepnek ezek az ajándéktárgyak megadják a hangulatát, a patináját, az ünnepélyességét. Egy-egy terített asztalon, ha egy mézes kalácsmécsest meggyújtunk, annak illata is van. És egyből a szeretet, az összetartozás, a barátság, a meleg hangulat érzetét keltik az emberbe, vagy egy ajtókopogtató, amit nyilván belülre akasztunk, nem kívülre, mert ez nem viseli el az időjárás viszontagságait, akkor egészen más az a helyiség, ahová belépünk. Ez a melegség, ami benne van, az a szeretet, amivel készül, amikor gondolunk azokra, akiknek készítjük, vagy amikor valaki kér mézest, hogy nekik szeretnék, ő ilyen, ilyet csináljunk neki. Tehát ez van benne, a szeretet, a barátság, a szép érzések. A napot a Györfi vetélkedő zárta az iskola felső tagozatos diákjai számára. A gyerekeket is bevonjuk, hiszen erre már február óta készülünk, hiszen akkor hirdettük meg a Györfi István élete és munkássága című vetélkedőt, és a gyerekek írásbeli fordulókon keresztül készültek fel az életéből és munkásságából, és most pedig egy csapatversenyre kerül sor abból az anyagból, amire egész évben készültek, és 4 fős csapatokban fognak versenyezni a felső tagozatos diákjaink az étteremben. A Györfi napok keretén belül már több mint 25 éve megrendezésre kerül a helytörténeti pályázat, és ezekből tettünk ki oda néhányat az iskola könyvtárosunk segítségével, hiszen ő válogatott a több mint 500 darabos anyagból, és azok kerültek most oda ki, amelyek Györf István életét dolgozzák fel, illetve a népi kismesterségeket. Minden várakozáson felül is sikere van a nagycsaládosok autóvásárlását támogató programnak.
A gépjármű márkakereskedők országos szövetségének tájékoztatása szerint minden vállalkozáson felüli sikere van a nagycsaládosok autóvásárlását támogató programnak. Gablini Gábor, a szövetség képviselője közölte televíziónkkal, hogy a program indulásakor mintegy 10 000 kérvény letöltését feltételezték, és azt, hogy idén 5 000 szerződést köthetnek, a jövő évben pedig összesen 10-12 000 autót adhatnak át. A legfrissebb információk szerint azonban a letöltések száma meghaladta a 16 000-et. Ebből már több mint 9 000 határozat született, amiből 1 800 szerződést meg is kötöttek, és csaknem 1 000 gépkocsit ki is fizettek. A képviselő kitért arra is, hogy a kereslet az olcsóbb autók irányába mutat. A 4-6 millió forint értékű a legnépszerűbb kategória, illetve hasonló népszerűsége van a 6 és közel 8 millió forint értékű autóknak. Folyamatosan fejlődik a kiskulcsosi városrész is Karcagon. A napokban megkezdődött az iskola mellett az új parkoló kialakítása, de más fejlesztésre is sor került a körzetben. Helyszíni tudósításunkból az is kiderül, hogy még milyen fejlesztésekre fog sor kerülni. Szepesi Tiborral, a 7-es számú választókörzet képviselőjével beszélgettünk. Milyen munkálatok kezdődtek meg most képviselő úr itt az ön körzetében, és erre miért volt szükség? Régóta tervezett és régóta várt munkálatok kezdődtek meg a tegnap, illetve a mai napon itt a kiskulcsosi városrészen. Régóta terveztük azt az iskola vezetésével, szülőkkel, szülői munkaközösséggel, az itt élőkkel, hogy az iskolába járó gyermekeknek, szülőknek jó lenne megoldani a parkolási problémáit, hiszen egyetlen parkolási lehetőség volt, ahol biztonságosan tudtak parkolni, ez pedig a kisújszállási út az iskola előtt. A kisújszállási út, tudjuk nagyon jól, hogy főleg a felújítás után micsoda forgalmat bonyolít, tehát ott megállni gyermekekkel úgy, hogy biztonságosan ki tudjanak szállni, keresztül a kerékpár úton el tudjanak jutni az iskolához, az egy picit veszélyes. Innen jött az ötlet, amit mondom már régóta terveztünk, hogy a Sajó utcán az iskola melletti árok lefedésével próbáljunk olyan parkoló lehetőséget kialakítani, amely egy picit biztonságosabbá teszi az iskolába való érkezést, és hát nyilván délután az innen való távozást. Miért nem a nyáron kezdődtek meg a munkálatok? Hosszú előkészítés kellett ahhoz, hogy le tudjuk fedni, hogy a különböző jogszabályoknak meg kellett felelni, ki kellett mérni azokat a folyási pontokat, hiszen a Sajó utcai árok azért egy elég nagy csatorna, esővíz elvezető árok rendszer. Úgyhogy be kellett mérni ezeket a mélységeket, magasságokat ahhoz, hogy egy árok lefedéssel biztonságosan lefolyjon azért az itt keletkező csapadékvíz. Tehát ezek az előkészületi munkálatok, mérések zajlottak a nyáron, és hát jelen pillanatban most érkezett odáig a beruházás, hogy effektíve hozzá lehetett kezdeni. Milyen forrásból tudták megvalósítani most így a parkolónak a kialakítását? Kizárólagosan önkormányzati forrásból, tehát teljesen saját erőből, ami a költségvetésben szerepel képviselői keretből kerül megvalósításra ez a beruházás. Ugye itt állunk az iskola mellett, ugye nem csak a parkoló került kialakítás, hanem a nyáron más beruházás is volt, beszéljünk erről egy picit. Természetesen összhangba szerettük volna hozni a beruházásokat, az iskola fenntartójával is, a szülői munkaközösséggel közösen, hiszen nagyrészt ebből valósult meg, természetesen ebben is van némi önkormányzati segítség. Valósult meg az a beruházás, amely már itt a parkoló mögött mellett látható, hiszen az iskolának megújult a kerítésének egy szakasza. Ugye az összhangot azt jelenti, hogy már ezen az oldalon, ahol a parkoló kerül kialakításra, itt alakítottuk ki, itt kerültek kialakításra azok a bejárati kapuk, kiskapu, nagykapu, amelyen majd meg tudják közelíteni a gyerekek az iskolát, és hát természetesen itt fogjuk majd folytatni is a kerítést, és hát bízunk abban, hogy több ütemben ugyan, ahogy a lehetőségeink engedik, de a teljes kerítés meg fog újulni. Még annyit szeretnék öntől kérdezni, hogy kialakult a kialakítása körül a parkoló, elkészült a kerítés, de itt vagyunk egy csatorna mögött, ezt itt korábban belette a gaz, és akkor ugye ön képviselőként itt kitakarítatta, megoldódott így a vízelvezetés? Én azt gondolom, hogy igen, természetesen folyamatosan karban kell tartani ezeket a rendszereket, oda kell figyelni arra, hogy ne álljon meg, ehhez természetesen takarítani kell. És ha már itt a mögöttünk levő részről is ejtünk néhány szót, akkor természetesen ezt a részt sem fogjuk parlagon hagyni, hiszen a következő ütemekben elképzelések szerint itt nem csak a régi játszótér fog
kicsit megújulni, hanem terveink szerint azért egy új játszóteret is szeretnénk majd felépíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!